Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkire ezen a szép szombati délelőttön, képzeld el, 10 óra 31 perc van mi nálunk. Ahogy látjátok, munkásúrában vagyok, ugyanis most végeztem a munkával. Gondoltam, hogy a mai videót itt kezdem el, elhoztam magammal a kamerát, ugyanis a régi helyen, ahol laktunk régen, itt ezen a helyen dolgoztunk. Gondoltam, hogy elmegyek és megnézem a régi házunkat, hogy hogy néz ki, és gondoltam, hogy megmutatom nektek is, meg a feleségemnek is, gyorsan lefilmezem, és megnézzük. Utoljára, amikor itt jártam, körülbelül egy pár hónappal ezelőtt semmit nem változtam ugye a házon. Ugyanúgy nézett ki, mint régen, de gondoltam, hogy elők egyet megnézem, mert aki megvette, azt mondták, hogy át akarják alakítani kicsikét a hátulját, az elejét, és kíváncsi vagyok, hogy mit csináltak vele. Oda néz, ott van szemben a Lucasnek az iskolája, mármint a régi iskolája. Úgyhogy ha visszaköltözünk erre a részre, valószínűleg ide jön vissza ebbe az iskolába. Jobb oldal, vagy bal oldalt van az iskolája, itt jobb oldalt volt meg a középiskola. Itt meg az óvoda, látod, ez volt a régi óvoda, ahol Lucas járt. Ha ide költözünk, valószínűleg a Davis is ebbe az óvodába fog majd járni. Úgyhogy itt elmegyünk a körforgalomnál jobbra, utána balra, és ott leszünk a régi házunknál. Na, fordulunk balra, nézd, itt ez a vizes tó, látod? Itt csináltam az első élő adást a periszkóppal, a mobiltelefonomon keresztül. De hogy az milyen régen volt. Na, már itt felfordulunk, itt fordulunk el jobbra, és ez volt a mi utcánk. Na, oda nézzél! Itt a házunk. Vagyis a régi házunk. De hát ez semmit nem változott, komolyan mondom. Ugyanolyan, mint régen. Lenyírták a füvet, annyi a különbség. Hát te, semmit nem változott, nem csináltam rajta semmit, legalábbis még eddig nem, lehet, hogy várnak vele. Úgyhogy most elindulok hazafelé, itt vagyok, mutatom. A körforgalomnál, látod? Az előbb itt jöttem el, ott a Lucas iskolája, ott. És tegnap kezdve el néztem az internetet, van itt egy kiadóház, mutatom meg. Itt, ez az a kiadóház, látod? Pont ott az iskola mellett, és most kiadó. Az a baj, hogy még mindig van körülbelül egy ilyen, mennyi, egy ilyen, majdnem 5 hónapunk körülbelül, nem? Addig az a ház már nem lesz ott, de tegnap néztem, pont ott az iskola mellett, a belső nagyon szépen néz ki, az ára is elég jó, de ugye nem tudunk most oda költözni, mert nem tudunk a régiáról, ahol most amúgy elköltözni, de... Úgyhogy, én most elmegyek haza, és nem ebédlek még meg, mert még ugye kora van, 10 óra 37 perc van, délután valószínűleg megyünk majd valamire, hogy merre, azt én nem tudom, hogy is az idő mutatom. Ilyen felhős, látod? Most már nem is olyan rossz. Képzeld el, korábban, amikor jöttem dolgozni, reggel néztem a híreket, azt mondták, hogy jön egy nagyon nagy vihar ide mifelénk, és árvíz lesz, meg mindenféle fajta víz lesz, meg jégeső lesz, de eddig még nem volt belőle semmi sem. Úgyhogy remélem, hogy nem is lesz. Hozzáérkeztem! Ezt hallgasd! Hallod? Nem hallod? Nincs itt senki! Képzeld el, nincs itt senki, azért nincs itt senki! Elmentek, nem tudom, hogy hova, biztos ide a bevásárlóba. Ma korai voltam, korán végeztem a munkával, és te, hát ilyen se volt az emlők, és ilyen csöndet mutatok nektek majd. Már régóta meg akartam mutatni, csak ki kell menni ide az erkély, és kimik az erkély, a Davis is ki akar jönni, és hogyha ugye nem maradok kint tovább, mint a Davis kin akar mindig játszani, az benne a lényeg, a Davis mindig itt akar játszani, de ugye, nem ugye, mutatom, mit akartam mondani, mutatni. Oda nézzél, látod, megcsinálták ezt a hajókikötőt. Oda befér kettő hajó, oda kettő hajó, ott meg egy ilyen izé van, látod, hogy nem tudsz bejönni, csak ilyen kulcssal. Úgyhogy, ahogy ilyen az idő, látod? Kicsit felhős. Úgyhogy, hogyha egyszer lesz hajónk, akkor oda megállíthatjuk, vagy kiállíthatjuk. Valószínűleg, hogy ugye nem lesz, nem fogunk oda a hajót állítani, bár amikor beköltöztünk, ugye mondták, meg mondtam nektek is annak idején, hogy majd lesz a háznak ilyen hajója, amit elvihetsz majd egy körre, vagy egy napra, vagy kibérheted, egész pontosan nem tudom, hogy fog működni. Jelenleg a hajó még nem áll itt, persze ez nem ilyen nagyon nagy hajó, hanem ilyen kisebb csónak ez a... Na mindegy, ma megmutatom. Sok ember ráfér, van rajta ilyen sütődem, meg mindenféle fajta dolog, és mondtam, hogy ha egyszer itt lesz a hajó, és ez elkészül, kibéreljük, és valamire el fogunk vele menni. Az a jó, hogy nekem van ilyen csónakra, hajóra ilyen jogosítványom, ugyanis te mondja, mondtam nektek, hogy kell rá jogosítvány, jetskire külön kell jogosítvány, de hogyha, ha jól emlékszem, 5 lóerős a motorod, vagy az alatt, akkor nem kell hozzá jogosítvány. De ilyen nagyobb csónakokra vagy hajókra, mint például ott is látod ott a szomszédnek ott szembe, arra már kell, mert ugye az a nagyobb, erősebb motor van. Úgyhogy, én most nem más csinálok, mint felhívom a feleséget, megkérdezem, hogy hol vannak, mit csinálnak, meg közben lesz vonzók, lehet, hogy le is vágom a hajamat, komolyan mondom, látod, le kellene vágni. Te mutattam nektek, hogy errefelé már nincsen, régen képzelem, még itt is volt hajam, most már nincsen. Na minden, úgyhogy lesz vonzók,
lehet, hogy meg is borosz fákozok, hogy majd reggel. És valamár merre majd biztos, hogy megyünk. De először iszok egyet, ugyanis kezdek egy kicsit szomjasodni. Nem ittam ma egész napon munkába, képzeld el. És ilyen melegben ugye inni kell, mert kiszáradt. Ugye ilyen az idő, de a 28-30 fok és ilyen izzadós idő van. Még nincs ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy izzon izzadós, de most már kezd lenni, ugye jön olyan áll, és ilyenkor, hogyha nem is csinál semmit, akkor is csak leizzadsz a tévére. Lezuhanyoztam közben azért, képzeld el, a Davis, a Lucas, a feleségem meg is ebédeltünk, a Davis aludt is egyet, és oda néz. Levágtam a hajamat, de nem csak az enyémet, hanem a Lucas-ét. Na mi helyzet? Hát semmi. Oda néz. Látod, milyen jó hajad lett, mi? Ja. Milyen, olyan jól le tudom vágni, nem? Fogom a gépet, aztán össze-vissza, fölül, alul, mindenhol. Kivéve a Davis-ét, azt nem tudom levágni. Nem merek neki állni, meg mindig rángatja így a fejét. Bár a Lucas is, tudod megint ma mi történt? De. Mikor vágtam a haját, mi történt megint? Vágtad a fület. Véletlen megvágtam a fülét, mert mindig mozog. De nem olyan nagyon, már mutatom hol. Melyik füled volt az, Muti? Akkor már nem is fáj, az a füled volt az. Itt fölül, látod? Egy kicsit ott, egy kicsit olyan pirosas, ugyanis egy kicsit ott vérzett. Valaki lekapcsolta a kamerát. Ja, ki volt az? Ki volt az? Vágtam a füle körül a Lucasnek, és a gép így véletlenül rángatta a fejét, ugye, és belekapott. Na minden, amúgy annyira nem vérzett. Úgyhogy mi most elkészülődünk, és hova megyünk? Mi? Hova megyünk? Valamerre, valószínűleg az égbe vásárolva valóban, ugyanis még mindig akarok nézni magának ilyen rövid nadrágot. Úgyhogy majd valóban elmegyünk. Az idő ilyen felelős. Én azt mondom, hogy kezd jobban felelősödni, és lehet még esni is fog, úgyhogy nagyon tengerpartra nem fogunk tudni szerintem ma lemenni. Ugye, Nyüzi? Mi van abban a tévében? Te, mit látsz? Látod, hogy milyen érdekes? Ez egy reklám, mutatom. Ez most miért olyan érdekes ez a reklám? Ja, cica, mit csinál? Te, ez valami játék. Ott vagyunk. Összeszedtük magunkat, meg is érkeztünk ezbe a bevásárlóba. Éppen menjünk befelé, próbálok parkolót keresni. Ahogy látom, elég sokan jönnek most már, ugye nem sokára itt a karácsony, és mindenki ilyen, mindig mindenki meg akar mindent venni karácsonykor, ami a legrosszabb abban, hogy nem lesz sehol megállni. De itt bemegyünk oda a szembe, nézd itt a rendőrautó. Oda nézd, dugó van, látod? Most nem fogsz rá a kamera, de mindenki beáll ide-oda, ezt tollat, te? Jaj, most megvárjuk, meg ezt is még elmegy. Úgy nem szeretem ezeket a vezetőket, de nem tudnak vezetni rendesen, de a bevásárló, látod, ott a bejárat hátul, pont oda akar beállni, hogy még egy métert ne kelljen neki gyalogolni. Megálltunk, leparkoltunk, nem másra, mint fent. Te komolyan egy emeletet fel kell csak jönni, és itt fent van egy. Nagyon picivel többet kell gyalogolni, ugye le kell menni egy emeletet, ami... Na mindegy, de itt van legalább hely, nem tudom, hogy miért akar mindenki ott megállni. Közben megint vettem be ilyen rágógumit, ezt a hubabubát, ugye? Ja. Te is kérsz. Amúgy szerintem biztosan nagyon emi a fogadra, amint elfogy, ilyet többet nem veszünk. De most ki is köpöm, mert elment ezzel, mondtam, hogy az íze nem sokáig tart ennek. Na, hozzuk a babakocsit, vagy ne hozzuk a babakocsit. Davis? Yes, prime. Ja, hozzuk a babakocsit, azt mondta a feleségem. Davis úgyis azt mondja, hogy ne hozzuk. Mit keresel, a karácsonyi ajándékot? Csak szeretem nézni Volzót, bár a könyvesboltban is, és meg itt vagyunk a játék részen. Merre megyünk? Lego. Ott a Lego. Ez milyen Lego? Ez a Davisnek való Lego, te? Látod? Bár még lehet, hogy neki se való. Amivel a Davisnek van, csak nem ilyen másra fajta. Nagyon. Ilyen puskát kéne venni, te! Tudnánk lőni egymást. Az jó! Melyik jó? Van az a nagyon-nagyon, ugye az nem tudom, hogy hol van. Ez is lehet lövöldözni. Hol van az a máskod, a kis, ami otthon volt, elveszett? Nem, én gondolom, hogy... Van valahol? Ez biciklis. Mi az? Pumpa. Az pumpa, az nem verekedés gyakorlott, az pumpa. Kidurlik a gumit, felfújod vele. Ja. A gyerek, keresd meg a mamit, meg a Davis-t. Nézd, mit találtam. Látod, felszívod vele a vizet, azt lehet vele lövöldözni. Látod? Vízipuska. Itt meg van ilyen buborékfújó. Ne üteges, neked mindig ütegetni kell. Tudom. Nézd, buborékfújó, látod? Karikákat lehet vele fújni. Itt van mit csinálni ezzel. Ilyened van otthon, vagy volt, nem? Itt van mit csinálni ezzel. Mit? Ja, ütegetni. Mindenben. Gyere. Ja, az van nekem. Hasonló. Ez van. Aj, mi van még itt? Nézd, ez meg miket fújt. Te buborékokat.
Ez se való még a Davisnek szerintem. Végeztünk, menjünk vissza az autóhoz, képzeld el, vettem cipőt! Na drágot, azt nem találtam megint, de cipőt végre találtam, mindjárt megmutatom, hogy milyen cipőt találtam, ilyen érdekel, nem érdekel, olyan, mint a régi, hasonló, de mégse, csak másabb a színe, mondjam, megmutatom, amit odaérünk az autóhoz. Na nézd, majdnem mindenki elment haza. Ott a mi autónk, ott a távolba. Hogy az eső még mindig nem ered meg, nagyon felhős az idő, de nem esik. Reméljük, hogy nem is fog, ugyanis holnap megyünk és filmezünk, ugye a filmet filmezünk holnap, hogyha nem esik az eső. Majdnem lenyeltem a hajlat így, beszívtam. Na, megjöttünk az autóhoz. Na, mutatom, nézd ilyen. Na, kis Skechers cipő, mindig ilyet veszek. Ezt a márkát én szeretem, már egy évek óta ilyen cipőm van, legalábbis ilyen márkám. Ez, látod? Ez az új cipőm, ilyen kék a színe, hasonló, mint a régit, amit vettem ugye, amikor az öcsime voltam ugye Amerikában. Ez ugyanolyan, csak más a színe, én ezt a cipőt rettentően szerettem, csak annyira elkapott már ugye befogtam a másikat használni, és ezt a cipőt nem annyira szerettem. Na ugye, kellett fel a cipőt, az a lényeg. Úgyhogy ez az új cipőm, át is cserélem, hogyha rámegy a lábamra, amire biztosan rámegy, mert ugye felpróbáltam. Na! Átveszünk a másikat is, aztán nem máshol megyünk, mint elmegyünk hozzafelé, de először bemegyünk a szüleimhez ugye, mert a Lukasz, mi van ide írva? Vietnámba készítették, de nem Kínába, általában Kínába szokták készíteni a cipőket, legalábbis a legtöbbet. Na minden, ezt Vietnámba készítették, úgyhogy most megyünk a szüleimhez. Jövünk át Surfers-en, nézd, közben kisütött a nap, látod? Általában itt a tengerpart mellett amúgy mindig gyorsan elfújja a szél ugye a felhőket, mert ugye mindig szeres az idő a tengerpart mellett, ugye elég gyorsan jövünk át rajta, nem olyan nagy a forgalom, azt hittem rettentő nagy lesz, de nem olyan rossz. Múlt héten vagy két héten, amikor jöttünk, de olyan mondom, fél órába tartott, még átértünk ezzel a részen, most meg 5 percre. Amúgy itt van a kilövő mellettünk, ahol egy évre repültem. Emlékszel, Lukasz? Na ja, még mindig kehegsz? Ahogy a Lukasz még mindig kehegsz. Ma volt megint az orvosnál, de azt mondta az orvosnak, hogy kezd most már rendeljön egy két-három nap, aztán talán elmúlik a kölgés. Még mindig szeri azt a kölgés ellen így gyógyszert. Oda néz, ott van egy nagy csúszda ott a parkban. Oda néz. Rámelni te arra menni, Lukasz? Ja. Ja, én nem tudom. Gondolom olyan nagy magasra lecsúszni. Nem tudom, hogy ez vizes, vagy nem vizes, vagy nem tudom, hogy kell menni. Lehet, hogy nincs is még nyitva. Most rakták fel amúgy, de... Vannak autók. Na, én nem. Majd lehet, hogy egyszer visszanézzük, azt megnézzük, de olyan magas, én nem tudom. Ne lennél te csúszni rajta, vagy nem lennél le? Ugye, ha nem megy rajta a víz, lehet, hogy még leégne a seggedről a bőr is. Mert tapa... Na, minden. Majd lehet, hogy visszajön, megnézzük. Mit szólsz hozzá? Nem tudom. Nem tudod? Majd ha olyan idő lesz, hogy lesz időnk, akkor visszajönk. Ugye a szünet kezdődni fog a Lukasznek előbb, mint gondoltuk volna. 9-én, ugye? Az iskola, a nyári szünet, ugye most december 9-én, múltkor azt mondtam nektek, hogy 16-án. És ebben az évben valami oknál fogva egy héttel előbb kezdődik a nyári szünet, mint szokott, hogy miért, nem tudom. De az iskolák egy héttel előbb lesz, a nyári szünetnek egy héttel előbb lesz vége, mint a megszokott, ugye, és egy héttel előbb kezdődik. Na, ugye? Úgyhogy majd valami érdekes dolgot meg fogunk próbálni csinálni. Mit szólsz hozzá? Elmenjünk megint a Movieworldbe, oda a Vidán Parkba, a Seaworldbe, a tengerpartra, befejezzük a filmnek a filmezését. Te nagyon remélem, hogy holnap jövő lesz, hogy tudunk filmezni. Hozzá érkeztünk! Te, mit csinálsz? Ne húzogass azt, képzeld el! Mostanában nincsen hely, és az autóval alig tudok megállni itt a parkolóban. Na várj, mutatom, hol álltunk meg. Köszi, bezárjuk az autót. Bezártuk. Itt kint a legvégén, látod, itt a kijárat, a kapu, ott a bejárat, és itt álltunk meg. Az összes parkolóhely el van foglalva. Tegnap annyira el volt foglalva, hogy már majdnem kint kellett kezdve megállni, aztán mentem 3-4 kört, nagy nehezen valaki pont elállt, hogy meg tudtam ott állni, ott a legelején, és szerencsénk volt, de annyian költöznek be mostanában, meg jönnek látogatva, vagy nem tudom mit csinálni, de nincsen hely sehol se. Mindegy, 5 hónap, aztán költözünk és leszálljunk. Feljöttünk, Davis elment fürödni, közben néztem a kommenteket a mai videóhoz, és egy pár kérdésre szeretnék válaszolni, ugyanis sokan kérdeztétek, meg mondtátok, hogy nálunk most nem karácsony lesz, mert nálunk már volt karácsony, és ugye sokan nincsenek tisztában, hogy milyen hónap van nálunk, vagy hogy most nyár lesz nálunk, úgyhogy mondom, nálunk is jelenleg november van, ugyanaz van, mi van ma, 26-a van, mi nálunk is november 26-a, és tavasz van.
Nálunk ugye fordított van minden, mint Magyarországon, ezt már többször is ugye mondtam a videóban. Nyár lesz december 1-től nyáron egészen január végéig. A karácsony az ugyanúgy december 24-25 úgy van nálunk is ugye a karácsony. És valaki kérdezte ugye, hogy nálunk nem a Jézuska hozza az ajándékot, ugye, mert mindig azt mondom a videókban, hogy karácsonyra, és nem azt mondom, hogy a Jézuska hozza. Na, aki a nézőink közül kap, a télapótól kap, vagy nem, a Jézuskától kap ajándékot december 24-én, és azt most kapcsolja le a videót, mert valami máshoz szeretnék beszélni, mint a gyerekeknek nem szabad tudni. Legalábbis a fiatalabb gyerekeknek. Úgyhogy adok pár másodpercet, itt kapcsoljátok le a videót, hogyha nem akarják tudni az igazságot. Aki meg tudja az igazságot, annak meg nyugodtan mondhatom. Úgyhogy ez ilyen, mint a Matrix, melyik pirulát választ ugye, és kiderül az igazság. Na minden, meg beszélek hülyeséget. Na, amit akartam mondani, nálunk a télapó, ugye Magyarországon a télapó december 6-án vagy 5-én este hozza az ajándékot. És a Jézuska december 24-én hozza az ajándékot ugye Magyarországon. Na, nálunk itt Ausztráliában ez nem így működik. Ugyanis december 5-én, 6-án nálunk semmit nem hozza a télapó, ugyanis mi ezt nem ünnepeljük. Kivéve ugye mi, mert ugye Magyarországról ugye ott születtem, és mi ünnepeljük, de az ausztrálok ezt nem ünneplik. December 24-én itt Ausztráliában a télapó hozza az ajándékot, vagy ugye 25-én reggel, attól függ, hogy ki hogy ugye tartja, hogy ünnepli. Nálunk akkor jön a Mikulás december 24 vagy 25-én. Jézuska nálunk nem hoz ajándékot egyáltalán, tehát nálunk ez itt másképp működik ugye Ausztráliában, ugyanúgy, mint Amerikában is. És egy kicsikét más. De mindegy, csak gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, ugyanis többen kérdeztétek, ugye nem voltatok tisztában, hogy milyen hónap van, mikor van karácsony, meg erről tényleg nem beszéltem, mondjuk erről a Jézuskás télapós dologról, de nálunk ez így működik. Úgyhogy ezt a videót én itt most azt mondom, hogy lassan befejezem, hogy mutatok valamit. Nézd, el kellett pakolni a fiókból, ugyanis a Davis úgy megerősödött, hogy kihúzta a fiókot, és ez a fiók tele volt DVD-vel, ugyanúgy, mint az a fiók is, és kihúzogatta. Az egy dolog, hogy kihúzogatja ugye, de ki is pakolta az egészet, ugye az egészet ki kellett pakolni, a feleségem tegnap este elpakolta. Tegnap este. A Lukasszal együtt. Úgyhogy legalább az már el van pakolva, hogyha költözünk, azt ugye már legalább nem kell újra kivenni, meg elpakolni. Ahogy mondtam, még mindig van kb. Egy olyan 5 hónapunk, úgyhogy még van egy kis időnk, addig próbálok parkolót találni. De, na minden, holnap amúgy, hogyha nem esik az első, képzeld el, megyünk filmezni. Annyit elárulhatok ebből a filmezésből, ugye mondtam, hogy most filmezzük a filmet, hogy benne lesz apukám, de jön anyukám is, meg az öcsém is, bár ők lehet, hogy nem lesznek benne, lehet, hogy a háttérben bent lesznek, de a filmben teljesen nem lesznek benne, ugye nagyon nem szeretnek szerepelni. És valahol egy helyre fogunk menni, ahol filmezni fogunk egész nap, reggel 8 órától, egészen délután, nem tudom. Tehát érdekes jelenet lesz, én alig várom, hogy ne essen az este, és el tudjunk menni, és fel tudjuk venni. A filmben meglátjátok, szerintem ő biztos, hogy tetszeni fog nektek is, sok érdekes dolgot fogunk csinálni, mutatni is, és nagyon, ma meglátjátok, túl sokat nem szeretnék róla elárulni, mert akkor ugye nem lesz olyan érdekes majd a filmben. Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!